Több tankerületi vezető is nagyobb jutalmat kapott, mint az alájuk tartozó tanárok összesen, tudta meg a 24.hu. Egy-egy tankerületi igazgató 1,5 millió, a tankerületi hivatalnokok pedig több mint 1,5 millió forintot tehettek zsebre, szemben a pedagógusok átlagos 10.500 forintos jutalmával. A szakszervezetek egyöntetően elítélik a díjazást. Közben a Tanárok a Tanárokért csoport tájékoztatása szerint több százra nőtt azon pedagógusok száma, akik azonnali munkabeszüntetésre is hajlandóak, ha pályatársaikat retorzióval sújtja a kormány. Ugye a választások után annyira reménytelennek éreztem az egészet, hogy azt gondoltam, hogy kivándorlak. Lavács Judit diplomaszerzés után előbb állami, majd egy katolikus iskolában tanított. Most egy multicég ügyfélszolgálatán dolgozik, elhagyta a pályát. Mint mondta, a pedagógus hiány már karrierje elején megmutatkozott. Úgy vettek fel napközis tanítónak, hogy nyilván nem volt tanító, ezért megfeleltem én is, és akkor utána tanítottam angolt, amit mondjuk legalább tudok, németet, amit előtte én is 1,5 éve tanultam, tehát hogy teljesen vicc, erkölcstant heti 1 órában 4 évfolyamon, úgyhogy soha egyetlen gyereket se láttam előtte. Közben a tankerületek éves beszámolóiból kiderült, a 2605 tankerületi hivatalnok több jutalmat kapott, mint a 106 ezer iskolai közalkalmazott. A 2019-es adatok alapján a legtöbbet a Berettyóújfalui tankerületi központ 3 vezetője kapta, összesen majdnem 13,5 milliót, vagyis fejenként 4,5 millió forintot. Ezzel szemben a tankerülethez tartozó több mint 1700 pedagógus összesen kapott 84 ezret. Az, hogy a pedagógusok évek óta nem kapnak semmilyen jutalmat, ezt eddig is tudtuk. Azt, hogy a tankerületekben pedig ekkora pénzeket osztanak szét, ezen meg azt kell, hogy sajnos nem vagyunk meglepődve, nyilván megdolgoztak érte. Közben a Tanárok a Tanárokért csoport HVG-nek eljuttatott közleményében azt írta, 200 pedagógus kész arra, hogy azonnal beszüntesse a munkáját, ha a kollégáikat bármilyen súlyos retorzió éri. Azóta ez a szám 300-ra nőtt. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint ez a létszám tovább is emelkedhet. Nagyon örvendetesnek tartjuk, és bízunk benne, hogy még ennél is többen lesznek. Tehát most már azért halljuk, hogy most már óvodák se fognak kinyitni. A 15. kerületben én úgy tudom, hogy most nem lesz már nyitva a óvoda egy napig. Én azt gondolom, hogy ezt kellene csinálni mindenhol. A demokratikus koalíció szerint elfogadhatatlan a hivatalnokok jutalmazása. Az árnyék kormány szerint azonnali 45%-os fizetésemelést kellene adni a pedagógusoknak, mégpedig azonnal és nem 2025-ben. Vissza kell adni a tanároknak a sztrájkjogot, törvényben kell garantálni a túlórák kifizetését, ezen felül pedig az államnak vissza kell adni az iskolákat a fenntartásukra szánt forrásokkal együtt azoknak az önkormányzatoknak, amelyek ezt kérik. Levélben kerestük a Klebersberg központot. Azt szeretük volna megtudni, mi alapján döntötték el azt, hogy melyik tankerületi vezető mekkora jutalmat kap. Adásunkig azonban nem kaptunk választ.